Palágyi Katát nagy szeretettel köszöntjük a stúdióban, tanácsadó szakpszichológus. Ami azt jelenti, hogy mi a szakterület pontosan, a bosszú, a párkapcsolatok, ilyesmi? Mert nézd rá, fekete haj, tehát fekete... Boszorkányos, ugye? Haj. Te bosszú álló típus vagy? Nem, én se. Egyébként Szandi rám nézett, és azt mondta, hogy én biztos az vagyok. Pedig nem, tényleg nem. Na, de hát azért nagyon sokan nem így vagyunk ezzel nők, és hogyha egy kis sérelmet érzünk a magánéletünkben, akkor rögtön fricskázunk már is a párunknak, és ez nem mindig jó, mert később bánjuk, meg ugye nem gondolkodunk. Bizony, bizony, és nem csak a nők, a férfiak is hajlamosak sajnos ilyesmire sokan. Ez egy természetes reakció egyébként, tehát ugye az állatvilágban is, meg bennünk van az az ösztön, hogy ha bántanak, támadj vagy menekülj. Ez a visszatámadás ösztöne. Tehát tulajdonképpen a gyerekeknél megfigyelhetjük, hogy ez az első reakciójuk arra, ha bántják őket, akár fizikailag, akár lelkileg, hogy visszatámadnak. Tehát az a különbség, hogy valaki ugye tovább jut ezen a nevelés hatására, megváltozik, jobb konfliktuskezelő technikája lesz, és nem a bosszú lesz az a módszer, aha, amivel megpróbálja megoldani az ilyen helyzeteket. Nem mindegy, hogy nő fel a gyermek, otthon mit lát, mit kap a szülőtől. Mi szülők mit tegyünk azért, hogy a gyermekünk elkerülje ezeket a fajta konfliktusokat? Hát nagyon sok mindent lehet tenni. Én azt gondolom, hogy ez a történet, ez valahol ott kezdődik, amikor a gyereket először észreveszünk, hogy visszaüt, akár a szülőnek, akár más gyereknek. Micsoda? Visszaüt, tehát tudod, fizikálisan. Miket látok időnként? Sőt, hát előfordul, hogy a gyerek üt először. Igen. Pici gyerekről beszélünk. Jaj, egész pici gyerekekről beszélünk. Óvodában, hát kis csoportban nagyon komoly harcok zajlanak. Ilyenkor ugye a pedagógus megpróbálja elérni azt, hogy ne a verekedés, ne az agresszió legyen a konfliktus kezelés módja. Ez óvodában is és iskolában is így zajlik. De nagyon sokszor ugye a szülő az csak a saját gyerekére koncentrál, és egy olyan tanácsot ad, hogy hát ha bántanak, akkor üssél vissza, védd meg magad. Ebből a védd meg magad az teljesen helyén való. Csak az üssél vissza része nem helyén való a dolognak, mert azzal nem megvédi magát, hanem azzal ugye sérelmet okoz a másiknak. Na de ilyenkor mit kell tenni? Hiszen szerintem ezáltal a szülő az életre szeretné nevelni a gyermekét, ugye, hogy ne hagyja magát, ne okozzanak neki fájdalmat. Pontosan, tehát itt az a lényeg, hogy ne a ló túloldalára essünk át, mert hogy azzal igazából nem megvédem magam, hogyha támadok. Tehát a kettő között azért vannak lehetőségek, ugye azt próbáljuk elérni a gyerekeknél is, hogy próbálják meg értelmesen megbeszélni. Nyilván ez egy 3 évestől nem elvárható, de hát ez egy folyamat. Tehát ezen a folyamaton keresztül megyünk, van, aki nem megy keresztül, tehát akkor igazából nem az életre nevelem, ha azt mondom, hogy üsse, hogyha téged ütnek, bántsál, ha téged bántanak, hanem akkor ökölharcra nevelem a gyerekemet, folyamatos harcra. Na most egy párkapcsolatban, amikor egy harc kialakul, az borzalmas érzés, hiszen a párkapcsolat pont, hogy a boldogságot, a nyugalmat, a biztos hátteret kellene, hogy jelentse, de hogyha ott is harcolnom kell, és ott sem nyílhatok meg, nem lehetek gyenge nő mondjuk, nem érezhetem magam szeretetbe és biztonságba, akkor nagyon nehéz az életnek az egyéb harcaiban helytállni. Kik a bosszúállóbbak, a férfiak vagy a nők? Én azt gondolom, hogy a nők büntetésként fogják föl sokszor ezt a bosszút. Tehát nagyon gyakran azt látom, hogy a nők szerepzavarban vannak a párkapcsolatban, azt gondolják, hogy nekik meg kell nevelni a férfit. Igen. Azt gondolják, hogy már így igen, áll, tehát soha. Csinál valami olyat a férfi, amit mi nem tartunk helyesnek, vagy nekünk nem jó. És akkor ezt mi büntetjük, mint egy anyuka a gyerekét, hogy akkor menjen el hozzá, rossz voltál, ennyi. Egy kicsit. Azt gondolom, nagyon jó az, amikor az ember formálja a társát, de ne felejtsük el, hogy itt két felnőttről van szó, tehát felnőtt-felnőtt kapcsolatban is lehet egymást nevelni. Csak itt az a különbség, hogy nem büntetéssel, mert hogy felnőttek vagyunk, egy pici gyereknél csak a büntetés és a jutalom működik. Aztán később a megértés, a belátás is belép. Felnőtt korban már az a normális dolog, ha leülünk és megbeszéljük, azt mondom, hogy figyelj, te ezt csináltad, nekem ez fájt, nem szeretném, hogy ezt csináld, beszéljük meg, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani. Jó, én is ennek a híve vagyok. Tehát ez a jó megoldás, jól van, úgymond, és nem a büntetés. De ezzel együtt ugyanaz a viselkedésünk, lehet büntetés is, és lehet egy önvédés is. Mondok egy példát, amikor mondjuk egy férfi nem értékeli azt, hogy mondjuk a felesége vagy a barátnője folyamatosan vasal rá, gondoskodik róla, kivasalja az ingét, hanem minden alkalommal mondjuk beleköt, hogy ne így csináld, ne úgy csináld, nem helyes ez, ahogy te kivasalod, máshogy kellene. Ezt nem bírnám. Ez csak egy példa. Ilyenkor ugye előfordulhat az, hogy azért mondja egy nő, hogy na jó van, akkor csináld magadnak, hogy jó bosszút álljon rajta.
Illetve előfordulhat, hogy azt mondja a nő, hogy jó, hát hogyha engem itt folyton bántanak ezen a területen, én innen kivonulok, nem megyek oda a következő pofonért. Nem mindegy, hogy azért nem vasalok tovább, hogy őt megbántsam, vagy azért, hogy magamat megvédjem. Máshogy fogom lekommunikálni, más lesz az egésznek a hangulata, más lesz a kimenetele. Tehát, hát igen, veszekedésből be, hogy ez egy normál párkapcsolat, hogy csak viccelek. Remélhetőleg nem. Nagyon szépen köszönjük a sok jó tanácsot.